Véget ért a Hadtörténelmi Esték című sorozat tavaszi évada. A szezonzáró előadást pénteken tartották a Móricz Zsigmond Művelődési Házban. Az elmúlt hónapokban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója kínált alkalmat és lehetőséget a megemlékezésre. Most is emlékezni fogunk, többek között a külföldön állomásozott magyar ezredek katonáira, akik a bécsi udvar minden igyekezete ellenére 1848-49-ben idegenföldről hazazögtek hazájukba. Egy-egy ilyen korán sem veszélytelen cselekedetet mutatott be a két ismert alkotás is. Jóka Imor, a Kőszívű ember fiai, Csóri Sándor, Sára Sándor, 80 huszár című műve. Ez alkalommal azonban meghívott előadónktól, az Országgyűlési Múzeum vezetőjétől, dr. Kedves Gyulától megtudhatjuk, hogy forradalmi szabadosságról, vagy a törhetetlen hazaszeretet megnyilvánulásáról volt-e szó.